együttműködési megállapodás mai napon megszületett, és akkor úgy gondoljuk mindannyian közösen, hogy a Kiskunfélegyháza város testvértelepülései, partnervárosai ügyében a Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza, illetve Kiskunfélegyháza város önkormányzata együtt szeretne a továbbiakban dolgozni, és lehetőség szerint a legjobbat kihozni az eddig épített kapcsolatokból, és hát reméljük, hogy újabb kapcsolatok is épülnek, mert dolgozunk azon is, hogy újabb testvérkapcsolatokat bírjunk ápolni, részben hagyományainkkal, részben pedig gazdasági ügyekben. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy több szempontból is fontos ez az együttműködési megállapodás. Egyrészt azért, mert Kiskunfélegyházának kiterjedt testvérvárosi kapcsolatai vannak Európa különböző városaival, és hát különböző projektekben is részt veszünk jelen pillanatban is, és szeretnénk továbbra is részt venni. És ezek a kapcsolatok azért nagyon sok területre terjednek ki, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt években sok-sok szép eredményt is értünk el ezekkel a kapcsolatokkal. Vannak kapcsolatok, amelyek nagyon jól működnek településsel, de vannak olyan települések, ahol talán egy kicsikét kisebb a lendülete ennek a kapcsolatnak, de az élő kapcsolatokról beszélünk, és mi szeretnénk ezt a Testvérvárosi Egyesület kapcsán is tovább erősíteni. És itt szeretnénk továbbra is vinni azt a gondolatot, amit 2000 után elindított a város, hogy főleg a határon túli magyarlata területekkel a kapcsolattartás erősödjön. Ezt célozták már az utóbbi évek kapcsolatfelvétele is a város és a különböző települések között. A másik fontos szempont, én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy önkormányzat és egy civil szervezet kötött most egy együttműködési megállapodást, amelynek úgy gondolom, hogy olyan hozadékai lehetnek, hogy amikor előnyösebben tud egy önkormányzat pályázni, akkor az önkormányzat használja ki ezt a lehetőséget. Ha viszont a civil szervezetnek van előnyösebb pályázati lehetősége, akkor a civil szervezet tudja ezt kihasználni. Tehát tulajdonképpen mind a két esetben a testvérvárosi kapcsolatok javítása, szélesítése a cél. Tehát úgy gondolom, hogy amikor ebben az évben ugye hatályba lépett az új civil törvény, fontos az, hogy a civil szervezet és civil szervezetek és az önkormányzat, önkormányzatok között megfelelő együttműködés legyen. Én még annyit szeretnék ide kiegészítésként hozzátenni, hogy a mi partnervárosaink között is, de Európa többi partnervárosában is a legkülönbözőbb formában működnek ezek a partnervárosi szervezetek. Vannak, ahol teljes egészében önkormányzati égisz alatt működnek, ilyen volt egész idáig Félegyházán is, egy önkormányzati bizottság intézte ezt a partnerkapcsolati munkát. Vannak olyan települések, ahol abszolút teljesen civil szervezetként, tehát jó szerintem alig van kapcsolat az önkormányzat és a civil szervezet között. Én úgy gondolom, hogy nekünk most sikerült egy olyan szerencsés megoldást találnunk, hogy azokat a problémákat, amelyek mindkét esetben egyébként előfordulhatnak, és szerencsésen tudjuk ötvözni, hogy az önkormányzat is, meg a civil szervezet is együttműködve, én gondolom, hogy eredményesebben tudja ezt a munkát csinálni.